Kezdjük el. Sziasztok, jó estét! Köszönjük, hogy eljöttetek erre a Zoom-kóra. Az akusztikus testkózósról fogunk beszélni, és hogyha van bármilyen kérdésetek, vagy bármit szeretnétek megtudni ezzel kapcsolatban, nyugodtan kérdezzetek, írjatok be nyugodtan a chatablakba, vagy hangosítsátok ki magatokat, és beszélgessünk róla. Mivel kezdjük? Kezdjük az alapokkal, hogy mi ez a kurzus, vagy mi a felépítése a kurzusnak. Tehát 2,5 napos a kurzus, egy esti, hogy is mondjam, alapozóval kezdünk, hogy mindenki ugyanarról az alapról tudjon indulni. És aztán másnap belevágunk a testkezelésbe, ahol mindenki ki tudja próbálni, megízlelni, adni és kapni az akusztikus testkezelést. Fogunk játszani az akusztikus hullámokkal, hogy mi a különbség az akusztikus rezgés és a hullámok között. Valamint, és ahogy végigmegyünk ezeken a témákon, van rengeteg gyakorlat. Gyakorlat arra, hogy mi is az, hogy fogadni valamit. Ez egy nagy ilyen okkult dolog. Tehát, hogy legyen róla képe mindenkinek, és saját. Ja, vagy sajátján tudja ezt a dolgot. Hogy megérezzétek az energiáját, hogy mi az élményét annak, hogy mi az, hogy tényleg befogadni valamit, hogy tényleg fogadni valamit. Uh-huh. Tehát erre nagyon sok gyakorlatot nincsen hang. Ez nálad sincsen, Gandhi? Ott él, igen. Nálad van hang, Gandhi? Igen, én hallok titeket. Hát akkor. Aha. Hát, ott írja, mi kell az, hogy legyen már hang. Kívánjuk, hogy igen, szaporozik. Igen, sajnáljuk, igen, az internet az nagyon-nagyon rossz minőségű itt sajnos. Hát mi kellene hozzá, hogy ez teljes könnyedséggel átmenjen minden, amit most mondani szeretnénk. És minden, ami nem engedő, hogy átmenjen. Az lehúzhatja magát. Az rájtendrondul embertelen. Podipok. Podipok. No. Na, az internet akusztikus hulláma kell. Így van. Hívjuk meg az internet akusztikus hullámát. Oké. Na, tehát igen, tehát a befogadással kapcsolatban, a választással kapcsolatban csinálunk sok gyakorlatot, meg az elementálokkal, és van egy nagyon szuper is gyakorlat. Plusz az elementálokkal kapcsolatban van egy testkezelés is, amit vasárnap tanulunk meg. És aztán rengeteg info arról, hogy te, mint kezelő, mert ugye a kurzus után kezelhetsz te is, és magadon és másokon, vagy magadnak és másoknak is adhatod le ezeket a kezeléseket, hogy ezt mégis hogyan kell csinálni, milyen különböző variációk vannak, és te hogyan tudod ezt használni a mindennapi életedben. De nem csak mint testkezelés, hanem hogyan tudod használni például egy bizonyos szituáció megváltoztatására. Tehát ugye, mert ez nem csak a testről szól, tehát nem csak testkezelés, hanem... Most lefagytatok. Ó. Igen. És azért hallani lehet, hogy a hang is el. De... Oké, okay, itt vagyunk. Itt vagyunk. Hallottok? Próbálunk itt lenni. Hol tartottunk? Vagy én azt hallottam utoljára, hogy egy szituáció megváltoztatására. Ja, igen. Így igaz. Nos, tehát igazából ezt tudod használni magadnak, tudod használni másoknak, tehát tudod használni a testen, és tudod használni szituációkon is. A kurzusok során, már magán a kurzus során is, mivel hogy rengeteg tisztítást csinálunk, rengeteg gyakorlatot. És házi feladat. Nem házi feladatnak hívjuk, hanem házi
gyakorlat, házi játszás. Oh. Home play. Ja. Ez a neve, ez lett a neve. Hát szóval... Igen, tehát a házi játék alatt is már rengeteg változás van egyébként. Minden nap van egy gyakorlat, amit a kurzus után ajánlunk megcsinálni. Itt Mexikóban konkrétan mindenki megcsinálta, nagyon lelkesek voltak, és nagyon sok változás történt már a kurzus alatt is egyébként. Nagyon cukik volt. És azóta találkoztunk az emberekkel, mert volt velük tegnap még volt egy vásztere, és meghívtak minket, mint meglepetés vendég, és voltak ott, akik a kurzuson is ott voltak, és az egyik hölgynek a csípőjével volt probléma. Ő sokáig nem is tudott járni, és nagyon sántikával járkált, és nagyon sok fájdalom van a csípőjében. Erre csináltunk sok készítést, és képzeljétek el, hogy tegnap mutatta, hogy már miket tud csinálni, felemelte a lábát, és így össze-vissza kinyújtóba tekergette. Ja, igen. És mondta, hogy nézzétek, mit tudok csinálni! És hogy... Wow! Ja, tök csodás, úristen, és olyan boldog volt, és mondta, hogy ezt folytatja, még csinálja a gyakorlatot, amit kaptak, ugye. Volt egy pasi is, annak ilyen jó nagy pocikája van, és ő is mondta, hogy nézzétek, mert már ment lejjebb a hasamból, és tényleg látszott, hogy ment lejjebb a hasából. És tök boldog ő is. Hogy, igazából az egyik része, vagy a lényege a kurzusnak, ugye van ez a dolog, hogy az elektromosból az akusztikus felé, tehát hogy abból, hogy reakció, tehát a testünk reagál dolgokra, vagy reakcióból funkcionál, abból átmenjen abba a térbe, ahol választás alapul. És ezek az emberek arról is beszámoltak, hogy amikor elkezdték kutatni magukon ugye esténként az akusztikus testkezelést, hogy azt érezték, hogy a testük elkezd úgymond beállni helyre, vagy rendeződni. Visszarendeződnek a molekulák. Nem feltétlenül vissza, hanem valami nagyszerűbb, egy ilyen harmonikusabb térbe formába kezd minden berendeződni a testükben. És hogy amikor valahol van egy testtájon, például amikor ez a férfi mondta, hogy a hasán szeretné a kezelést juttatni, és azt csinált esténként, hogy azt érezte, hogy így mozognak belül a dolgok, és hogy itt tényleg a változás is szemmel látható volt számára is, meg számunkra is, és a változás. Pedig csak két-három nap telt el a kurzus óta. De hát ugye az teljesen mindegy. És akkor az van, hogy te kérheted a testvédet, hogy ezt is ezt szeretném, vagy a testeddel kommunikálok, tehát hogy van ez, ugye szoktuk kérdezni, hogy testem milyen szeretnél lenni, mert ugye neki is van tudatos-e. Vagy ez már titok? Ez egy kicsit más, aha. De nem arról van szó, hogy a tested azt mondja, tehát azt csinálja, amit ő akar, és neked ebben nincsen beleszólásod, itt korán sem erről van szó, hanem pont az egésznek az a lényege, hogy azok a beültetések a testben, amik nem engedik, hogy a tested azt csinálhassa, amit te választasz, ezeket a beültetéseket tisztogatjuk ki a kurzus során, meg ezekkel a kezelésekkel. Mert a testnek iszonyú jó, rendkívül képességei vannak. És ugye a tested azt csinálja, amit te mondasz neki, tudatosan vagy tudattalanul, teljesen mindegy, de a parancsokat követ. És hogyha folyamatosan állsz a tükör előtt, és úristen, de rohadt dagadt vagyok, ú, de mekkora a hasam, akkor ő ezt parancsnak veszi, és így van, és tovább fogja növeszteni. Csodák csodája. Igen. A testnek nincsenek nézőpontjai ezzel kapcsolatban, hogy ő azt csinálja, amit mondasz neki. Igen, erre szoktam mondani, hogy az abrakadabra, azt tudjátok, hogy mit jelent? Igen. Én ezt csak tavaly. Hogy a szavaimmal teremtek, igen. Úgyhogy amit mondok a testecskénkről, az igen, az teremtődik. Igen. Úgyhogy csodálatos dolgok történnek a kurzusok során, alatt és után. Ja, tök jó. Vannak kérdések. Tapasztalatotok egyébként mi, mert hogy így másokról, vagy nem tudom, majd meséltetek, de hogy így a saját életetekben, vagy testetekkel, vagy bármi volt olyan változás, amit így kifejezetten ennek. Igen, szerintem ezt a múltkor már meséltük. Például de ismétlésre. De igen, elmondjuk. Nekem volt, mielőtt
Tehát augusztusban ugye újra kellett hosszabbítani a jogsít, mert ugye lejárt, és ott ugye számvizsgálatra el kellett menni, és egy kicsit fostam már, hogy észrevettem, egy kicsit kezd romlani a szemem, és így közelre már kezdett homályosan látni. És elmentünk, ugye meg egy ilyen biztosító céghez kell elmenni, és ott úgy van a szemvizsgálat, nem úgy, hogy a falon vannak a betűk, és akkor a piros vonal itt tök jó. Már az úgy egyszerű lett volna. Na, egy ilyen mikroszkópszerű szarba bele kellett nézni, és ilyen pici-pici kis betűket, na hát semmit nem láttam, azt lehetne mondani. És akkor így mondta az ember, hogy jó, semmi gond, menjek el szemészhez, és hozzak tőle egy igazolást, hogy kell, vagy nem kell szemüveg a vezetéshez. Jöjjön, mondom, de jó. Na mindegy, és akkor elmentünk, kaptunk időpontot, volt egy óránk, vásárolgattunk, nézelődtünk, és akkor egy 5 perccel az időpont előtt, de azért csináljunk már valami tisztítást, nem akarok szemüveget fordani. Tudod, ez a 6 éves gyerek, mikor mondja anyjának, vagy apjának, apa, én nem akarok szemüveges lenni. Ja, úgyhogy ránéztünk a témára, csináltunk rá tisztítást, jó sok minden feljött, mert tudtattuk az akusztikus dolgokat. Bementünk a szemészhez, végigcsinálta ugye a szemvizsgálatot, meg minden, és mondta, hogy hát nem kell szemüveg a vezetéshez, úgyhogy nyugodtan tök jó vagyok. És egyébként azt vettem észre, hogy tényleg jobb lett a szemem, mert régen a termékeken nem tudtam rendesen elolvasni, és utána meg tökre láttam. Tehát el tudtam olvasni a hozzávalókat is. Wow! Úgyhogy ez egy... Igen, hogy lehet még ennél is jobb, igen. De hát ugye folyamatosan használjuk, ugye nem csak a testünkön, hanem az életszituációkban is használjuk ezeket a akusztikus testkezeléseket, meg az akusztikus szexről nem is beszélve. Igen, az akusztikus szexről nem is beszélve, csak elmondom, hogy érdemes. Ezt inkább csinálni kell, azt kérjük mindenkit. Ez az, amikor az asszony sikítte meg. Ez elég jó. Nem is edzeni jártok, mi? Ki minek hívja? Igen, azt is akartam kérdezni, hogy ez csak a testek kapcsolatos dolgokra használható, idézőesen a csak persze, vagy más dolgokra is? Hát más dolgokra is, ugye az élet minden területére. Tehát a lényeg a kurzusnak, hogy igen, vannak a testkezelések, viszont minden testkezelés mögött ott van rengeteg információ. És amikor elkezded befogadni az információt, akkor teljesen más minőségben tudsz dolgozni ugyanazokkal a dolgokkal, amiket amúgy egy részét a testedbe zártad, más részét meg bevetted, elhitted, és azáltal limitálod azt, ami a világodban van. Mert az egész az a gond, hogy ezek a limitációk a testben folyamatosan önmaguk limitált rezgését generálják, és te ezt, mint alaprezgés, mint az alapteredet veszed, és mindig ezt érzékeled, mindig ezzel vagy jelen, persze nem tudatosan, hanem tudat alatt. És ebből a térből teremted a pénzedet, a párkapcsolatodat, az egészségedet, mindent. És akkor ez a kurzusnak az egyik lényeges része az, hogy a kezelésekkel ezt kiszedni a testből, de a másik része viszont az, hogy ugye nem minden van a testben, hanem az, hogy hogyan tudod megváltoztatni azt a teret, amiből te funkcionálsz. És ugye még a másik témája a kurzusnak, hogy te, mint végtelen lény, hogyan tudsz a mindennapokban működni, mint végtelen lény. Tehát ugye vannak a szituációk, vannak a konfliktusok, probléma, mindenféle dolog ugye a mindennapi életben, de hogy hogyan tudod ezt kezelni úgy, mint végtelen lény, hogy ne reakcióba menjél, hanem a mi más lehetséges teréből tudjál működni. És ezt a teret ezt meg tudod tartani. Nem csak megtartani, hanem... Hanem, hogy továbbfe, és ugye... Ez egyik része a kurzusnak, hogy a kurzus után ezt ilyen gyakorlatokat úgymond feladunk házi feladatnak, amik segítenek abban, hogy megtapasztald ezt a teret, és egyre mélyebbre menj ebben a térben, és hogy igazából
ez a tér legyen a te úgymond hétköznapi alaprezgésed. A végtelen lehetőségek terén. Trén van. Lefagytunk megint? Most hallasz? Igen. Oké. Okay. Most igen. Igen. Hogy a gyakorlatoknak az egyik része, hogy a mindennapokban is ezt létrehozzuk ezt a teret, és ebből a térből tudjunk funkcionálni. A végtelen lehetőségek terén. És még ezen is túlon túlmenni. Tehát ugye van ugye egy alapnak ezt a szintet, és hogy ezen is túlon túl menni. És ami más lehetséges. Én még csak kaptam egyébként. De nehéz megfogalmazni, de ilyen mindig, nekem ilyen nagyon szép folyó, tehát hogy így a testem az így, mintha megszűnne létezni, és nekem nagyon imádja. Akkor lehet utána mártogatni a testet. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történik, meg mi nem történik, de fincs. Okay. Most nem hallok. Lehet, most nem mondtunk semmit. Oké. Okay. Mi az, amiről most még beszéljünk? Lefagy, most jó? Most hallasz? Most hall, most nem hall. Nem? Nem hallasz? Most hallak, de le vagytok fedve, de most hallak. Akkor jó. Jó. Na, most igen. Szuper. Mi más van még? Van egy pár kérdés. Tehát vannak csomóan, akik azért választják ezt a kurzust, mert vannak úgymond saját testi problémáik, betegségeik, amiken szeretnének segíteni. És nyilván a kurzus során rengeteg tisztítás és kezelés történik. És persze utána az emberek tudják használni magukon is, és azt is elmondjuk, hogy hogyan, és hát ugye gyakorolhatják is a kurzus során. Majd vannak, akik azért választják, hogy bővíteni tudják a praxisukban a már meglevő mond, kincstárukat, amikből tudnak majd a kliensek válogatni, és hogy mit tudnak ők maguk felhasználni, milyen szituációkra tudják ezt használni. És akkor erről is beszélünk. Tényleg ki milyen módon, hányféleképpen tudja használni. Nem csak az információt, hanem magát a kezelést is. Mert rengeteg info van arra nézve is, hogy mit jelent az, hogy te kezeled a kliensedet, vagy fogadsz tőle, hogy információt fogadsz tőle, és tényleg, hogy néz ki ez az egész. Tehát aki kicsit szeretne mélyebbre menni abban, hogy hogyan tud segíteni a klienseinek, hogyan tud nagyobb sikereket elérni, vagy könnyebben változtatni bizonyos szituációkon a klienseknél, nagyon sok szó lesz erről is. Egyébként vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Volt egy... Kérdezhetek? Igen. Csak ezt gyorsan elmondom, hogy volt egy, nem tudom, mi a magyar neve az oszteopatának. Tehát nem csontkovács, hanem oszteopata. Nem tudom, ez hasonló, mint a csontkovács, csak nem csontkovács. Ez egy kicsit másabb, az energiákkal dolgozik, és nem kirokogtat, hanem ilyen erőteljes nyomás gyakorol az hát van, hogy enyhe nyomás. De jó. Na mindegy, tehát hogy ez a csontkovácsnak egy finomított változata, azt mondanám. Manuál terápia félre. Osteopath, ez az angol neve. És mindegy, volt egy ilyen, tehát jött egy kurzusra egy ilyen ember, aki osteopata volt, és ugye neki hát az volt a 30 problémája, perces kezeléseket tartott, hogy ugye fizikai, nagyon fizikai volt, és ő könnyedséget keresett, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni ezt a dolgot. És arról számolt be a kurzus után, hogy a vasárnap befejeztük, hétfőn már kezdte a praxisát, ugye a klienseivel, és arról számolt be, hogy olyan iszonyatosan gyors változások keletkeztek. Tehát volt egy kliense például, aki nem tudom, már 6 hónapja járt hozzá, hogy a vádliában az izom olyan kemény volt, mint a beton, és nem sikerült eredményeket elérni. És akkor hétfőn alkalmazta az akusztikus testkezelést, és nem is tudom, ilyen pár másodpercen belül azt mondta, hogy úgy szétolvadt az izom,
hihetetlen, és a kliens meg is kérdezte, hogy te most mit csinálsz, te valami más energiát csinálsz, azt érzem, hogy ez valami más. Úgyhogy nagyon durva változások. És utána arról számolt be, hogy most az a probléma, hogy eddig 30 percesek voltak ezek a kezelések, most de most 5 percesre. Perc, vagy 3, és hogy most mit csináljon, most fölemelje az árat, vagy most így át kell variálni. Óriási problémákat okoztunk ezzel neki. Tehát azt hiszem, hogy ez kellemesebb probléma. Igen. Tehát, hogy ilyen. Volt olyan is, aki adott egy kezelést egy ismerősének, akinek nagyon durva gerincfeldülése volt, tehát ilyen több S volt a gerincébe, de nem erre ment a kezelés egyébként, hanem ez csak egy kipróbálás volt igazából, és az történt, hogy elkezdett mozogni az ágyon az illető, és visszaugrott a gerinc egyenes állapotba. Úgyhogy tényleg mi minden más lehetséges ezzel az egésszel. De jó. Ja. Az lett volna a kérdésem, hogy itt is érvényes a választás. Mire gondolsz? Már hogy a páciensek részé, vagy most nevezzük páciens, vagy csak mindegy, a tanfolyamon a résztvevő. Tehát, hogy nyilván, hogy akkor tud ugye a változás megtörténni, ha ő ezt szépen választja. Ugye? Hát persze, nyilván, aki nem választja, az annál nem történik semmi. Nyilván, hogyha nem használod az eszközöket, akkor semmiféle változás nem történik. Tehát aha. Aki nem csinálta meg házi játékot, az annál nem történt semmi, nyilván. Aki megcsinálta, az tapasztalta meg a változást. Tehát azért adjuk ezt, tehát ezt nem szivatásból adjuk, ez egyébként több poén, hanem azért adjuk, hogy megtapasztalt te magad, hogy azonnal ilyen szimplán változások keletkeznek a testedben is, akár. Mint például ennél a hölgynél, akinek tényleg eszméletlen nagy fájdalmai voltak a kúzus során, az látszott, nagyon sok tisztítást csináltunk neki, és tegnap frankon felemelte a lábát, amit eddig nem tudott. Tehát, hogy igen, ki mit választ. Jó. Ő választotta, mert azt mondta, hogy elég volt, ő nem akar tovább viktim lenni, nem akar, elég volt. Áldozat. Jó, áldozat, bocsánat. Igen. Tehát, hogy ő választotta ezt. Úgyhogy igen, a választás nyilván az a legnagyobb hatalom, ami van nekünk, hogy bármit választhatunk. Választhatjuk azt is, hogy jobbá tesszük az életünket, meg választhatjuk azt is, hogy maradunk abban, amiben vagyunk, aztán jó lesz az úgy. Majd lesz valami. És egyébként az akusztikus testnek a lényege, hogy ez egy alap, amivel mindenki rendelkezik. Tehát neked van, mindenkinek van, csak rengeteg ilyen beültetés van, ami miatt úgy tűnik mindannyiunk számára, hogy a testünk az egy ilyen limitált valami. És az a lényege, hogy ezeket a beültetéseket kiszedni, és megengedni a testnek, és hogy tényleg a végtelen lényed teréből, ebből a térből kezdjen el funkcionálni napi szinten. És hogy akkor milyen változások és milyen csodák tudnak megjelenni. Voltak ilyen kérdések, hogy ismétlőknek mi van, tehát ismétlőknek féláron van a kurzus, valamint ez a ifjú korú, akkor 16... 15 éves kor alattig ingyenes, ugyanúgy, mint az Excel-ben, 16-17 évesen félár, és 18 felett pedig teljes ár. Gyerekeket szeretettel várunk a kurzus egyébként. Van a fel? Tessék? Jaj! Van-e feltétele a kurzusnak? Nincsen semmi előfeltétele a kurzusnak. Szóval mindenki sok szeretettel várunk. És most itt Mexikóban voltak gyerekek, mindegyik végigcsinálta a testkezelést, meg végigülte a kurzust, nagyon cukik voltak, és volt kettő, egy testvérpár. Úristen, olyan kérdéseik voltak, tényleg annyira ott benne vannak, tehát ez már az életük része az Access, meg az eszközök. Nagyon-nagyon szuper volt.
Ja. Szuper. Úgyhogy gyerekeket is várom sok szeretettel. És hol és mikor lesztek legközelebb? Sopronban leszünk legközelebb. December 27-29, és az Éva, Petrik Éva a házigazdája ennek. És hogyha valami kérdésetek van, akkor forduljatok hozzá bizalommal, segít. Segít mindenben, minden információval. Hullámozzatok! Jó kis váró. Igen, igen. Csodálatos soproni városban téli évzáró akusztikus testkurzus. És ugye ez nem csak akusztikus testkurzus, hanem ugye az ott a karácsony végi időszak, meg a kellemes tél, és össze lehet kötni a hasznossal, ha már Sopronban van az ember, egy kis orralborozás, meg termálfürdőzés, meg ami úgy kellemes igen. tud lenni, hogy az új év kezdett előtt. Bizony, bizony. Hóember, meg hókutya, meg... Hát ha lesz hó, igen. Mi kéne hozzá? Mi kellene hozzá, hogy milyen pici havaskal. Majd én nekik legyen hó. Szuper! Mik a vég? Van egy kérdés. Igen. Januárban is lesz Kecskeméten? Oké. Okay. Mit igen. Igen, terve van véve, és mi kéne hozzá, hogy ez teljes könnyedséggel megvalósuljon. Arra is van már időpontotok? Igen, az a január elején lesz valamikor, mindjárt mondom. 4-5-6? Igen. Igen. Ja nem, bocsánat, az október. Mindjárt pillanat. 3-4-5. 3-4-5, igen. Január 3-4-5. Wow. Aha. Bizony. Úgyhogy mi más lehetséges ezzel? Szuper. Valami még itt volt a fejemben, de elment. Na. Biztosan volt fontos. Egyébként van valakinek valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban? Nem látok. Kérdezzetek. Vannak olyan kérdések, hogy ezt az akusztikus testkezelést lehet-e használni más testkezelésekkel, illetve a bárszal? Uh-huh. Igen is, meg nem is. Tehát a lényeg az, hogy legyél kérdésben, hogy mi terem többet akkor abban a szituációban annál az embernél. Mert hogyha az jön, hogy igen, akkor csináld, hogyha pedig nem, akkor nyilván nem. Tehát, hogy legyél kérdésben ezzel kapcsolatban. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen tanfolyamot kezdünk el tartani? Ez egy jó kérdés. Még 2016-ban, amikor voltam a minősített facilitátor tréningen Ausztráliában, ott Geri és Dén így mondta, hogy a minősített facilitátoroknak, hogy az a helyzet, hogy van egy néhány téma, amilyen témákban ők így mélyebbre tudnak menni, de hát se idejük, se akármi más témákkal jelenleg foglalkozni, úgyhogy felkérték a facilitátorokat, hogy igenis, hogyha van egy olyan téma, amit így magukének éreznek, vagy van információ, akkor kezdjenek el mélyebbre menni, és hozzanak létre ezekből tematikus kurzusokat. És akkor meg volt bennem a kérdés, úristen, mi az, mit kéne csinálni. Persze ötletem nem volt rá, és aztán néhány héttel később pedig alapozóban olvastam egy-két helyen ezt szólt, hogy akusztikus. Kb. Két mondat volt az alapozóban az akusztikus hullámokról, úgyhogy nem sok. Úgyhogy oké, mit csináljunk, akkor futtassuk az akusztikus hullámokat, kérjük le. És megkértem a testemre, és elkezdett jönni az információ. Tehát így tök hihetetlen helyzetekben. Meg így éjszaka alvás közben, meg tusolás közben, meg a WC-n, meg hát ilyenek. El az út állapotokban.
és kezdett összeállni a képe a kurzusnak, és aztán pedig egyre több szituáció is volt, tehát mert az egyik része ennek az egésznek, ami jött, hogy ugye a gyógyítás, a testnek a megváltoztatása, hogy hihetetlen képessége van a testnek, és hogy ezzel tovább menni. És elkezdtek jönni emberek mindenféle betegségekkel, és mikor ezt így elkezdtem használni, ezeket az információkat, akkor úgymond csodálatos gyógyulások jelentek meg. Tehát volt, hogy ilyen egy perc alatt az embernek az ilyen, úgymond a pálizmok, mikor így be vannak merevedve, és azt mondták neki az orvosok, hogy ezt sajnos csak operációval lehet, de az sem, az is ilyen 30%-os az esély csak, és végig kell, át kell vágni az összes vállizmot, és akkor újra ezt kötözni. Ezt nem szerette volna az illető, úgyhogy eljött hozzánk. És komolyan egy perc volt az egész, ő is meglepődött, hogy egy perc után így ki, azt fel tudta emelni a karját, mozgatni minden irányba, és abszolút nem fáj semmi, és könnyedséggel mozgatja. És jött az nem információ, tudja, mit hogy mitől van ez. Ugye minden úgymond betegség, vagy szimptom, tünet mögött egy információ van, vagy egy sztori van, de hogy ugye nem a sztorira fókuszálunk, hanem hogy mi van mögötte. Tehát mi az az igazi információ, amitől ez van. És hát nála is ezt csináltuk, hogy nézzük meg, mi az információ, tehát hogy mi az a tér, amivel ő ezt választa, és mikor azzal dolgoztunk, akkor azonnal ez a változás megtörtént. És jött is az információ, hogy mitől van ez. És akkor ezt feloldotta, és azóta is jól van. Nem kellett elmenni műteni a karját. És hát persze voltak emberek, akik mivel dolgoztunk így. Tehát, és az van, hogy minden információt, ami van, azt átadunk a kurzus során azért, hogy mindenki tudja ezeket használni, hogy akik megjelenik a kurzuson, ők maguk is tudjanak ezzel dolgozni, ők maguk is tényleg ezeket a csodákat létre tudják hozni. Igen. És szép számban vannak az ilyen információk, az ilyen esettanulmányok, amikor maguk, akik a kezelők, hogy hogyan változtattak meg most helyzeteket, vagy... Ja. Jaj! Most igen, jó? Most, nem most. Most jó? Nem. Hogy maguk a kezelők is hogyan tudnak olyan változást létrehozni. Most jó. Oké. Szupi. Tehát mi más is lehetséges ezen a valóságon kívül. Szuper. Van-e valami kérdés? Arról nem is beszélve, hogy az emberek, mikor azt mondjuk, hogy szituációkra használhatják, tehát az üzletük megváltoztatására használhatják. Mert ugye nem csak a testnek, és nem csak fizikai dolgoknak van akusztikus hullámja, hanem magának a pénznek, az üzletnek, a párkapcsolatnak, különböző párkapcsolatoknak. Tehát mi az az akusztikus hullámja annak a párkapcsolatnak, amire te vágysz? Mert igazából ez ad neked utat ahhoz a térhez, a végtelen lehetőségek teréhez, ahol minden lehetőség ott van. Azért, mert nem láttál mondjuk egy olyan párkapcsolatot az életedben, ami működhet, vagy nincsen elképzelésed erre nézve, az nem jelenti azt, hogy ilyen nincsen, csak azt jelenti, hogy még nem láttál, de te ettől még választhatod, és hozzá tudsz férni ehhez a változatához, ehhez a lehetőséghez, vagy a lehetőségek ezen kombinációjához. Oké. Okay. Elég jól hangzik. Jaj. Hát akusztikus, azért hangzik. Oké. Mi más van még? Ki miről szeretne? És természetesen az egyik, a másik nagy téma az a testnek azon képessége, hogy akár végtelen hosszú életet éljen. És akkor erre is csinálunk egy gyakorlatot, és elkezdünk úgymond egy kommunikációt a testtel. És igazán mókás szokott ez lenni. Igen, tök jó. Elég meghökkentő és mókás. Úgyhogy már várjuk, hogy milyen csodák várnak ránk ez évben is.
Most nem ez alkalommal Sopronba. Sopronba. Mit mondtál? Valamit nem tudott, azt mondja. Ja, jó. Jó. Valami történik. Hogyha további kérdéseitek lennének, akkor keressétek Peti Kévát. Ő szívesen segít a szállásügyben is, tud ajánlani lehetőségeket, regisztrációval kapcsolatban, bármilyen kérdésetek van, akkor keressétek őt, és teremtsünk egy jó nagy, mágikus, akusztikus testkózó Sopronban december végén. Szuper! Jó! Nagyon izgi! Izgatottan várjuk! Sok-sok puszit és ölelést küldünk innen addig Mexikóból. Is. Talán még jelentkezünk majd Costa Ricáról is. Igen, jövünk Costa Ricáról. Igen, utána lehet, hogy jelentkezünk Kanadából is, Quebecből, meg amerre még járunk el. Igen, igen. Szupi! Köszönjük szépen! Mi is köszönjük. Köszönjük a kérdéseket, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hamarosan találkozunk. Igen! Sziasztok! Puszi! Sziasztok! Hello. Hello. Sziasztok!